Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit! Advent első vasárnapjának evangéliumi részletét Lukács evangéliumának 21. fejezetéből olvassuk. Jézus ezeket mondta a tanítványainak a világ végéről. Jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok. Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek topzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap, mint a csapda úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Vírasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az ember fia színe előtt. Advent elérkezést, az Úr jövetet jelenti. Jézus érkezésére várunk, az ő születésére készülünk. De Advent első vasárnapján Jézus második eljövetelére is tekintünk, vagyis arra az igazságra, hogy Jézus Krisztus a világ végén dicsőségesen visszatér, újból eljön. Erről hallottunk a mai szentírási részben. Jézus, az emberfia, aki az ég felhőjén visszatér, az ő második eljövetele találkozás, örömteli találkozás lesz vele. Nem tudjuk az Úr Jézus második eljövetelének időpontját, de azt tudjuk, hogy el fog jönni. És a mai szentírási szakasz három pontban foglalja össze, hogy hogyan várakozzunk az Úrra, az Úr eljövetelére. Először is azt mondja Lukács evangélista, akkor majd meglátják az ember fiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel, amikor mindez beteljesül, tekintsetek föl, és emeljétek föl fejeteket, elérkezett a megváltástok. Emeljétek föl a fejeteket. Sokszor jelképesen mondva az ember lehorgasztott fűvel közlekedik, vagyis reménytelenül, szomorkodva, talán elfeledve, elfelejtve életének távlatát. Jézus második eljövetele, az Úr jövet, reményt ad nekünk, és ennek a reménynek a szimbóluma a felemelt fű. Nézzünk föl gyakran az égre, jusson eszünkbe, hogy életünknek van távlata, van mennyország, van örök élet. Fel a fejjel, ez a reményünket, az Úrra való tekintetünket, az Úr várásából fakadó reményünket fejezi ki. Gyakran tekintsünk föl az égre, emeljük föl a tekintetünket, és ne feledjük el, Jézus él, Jézus vissza fog térni az ő dicsőségében. És ezt a reményt, a felemelt fő reményét adjuk tovább azon embertestvéreinknek, akiket a szomorúság, a betegség, a nehézség, a nélkülözés elbátortalanít, elszomorít. Felemelni a tekintetet, az égre tekinteni, Jézust várni, ez a keresztény ember reményének a magatartása. Továbbá Lukács evangélista azt mondja, vigyázzatok magatokra, hogy el ne nehezedjék szívetek topzódásban, részegségben és az evilági gondok között, hogy ne váratlanul lepjen meg titeket az a nap. A szív a Biblia nyelvén az a hely, ahol meghozom a döntéseket. Az elnehezült szív azt jelenti, amikor az ember összezavarodik, amikor az ember nem tud jól dönteni, amikor az ember a bűnben van, és a bűn meggátolja abban, hogy boldog és szép életet éljen. Mi az, ami megkönnyíti a szívet? Mi az, ami újból szabaddá teszi a szívet? Mi az, ami meggyógyítja a szívünket? A hálaadás. Ferenc pápa egy alkalommal azt mondta, aki tud hálát adni, annak a szíve fiatalos marad. A hálaadás az,
amely megújítja a szívünket, megújítja a gondolatainkat, megújítja a gondolkodásmódunkat. Tudjunk hálát adni, mert aki tud hálát adni, az rádöbben arra, hogy mindent ajándékba kapunk a Jóistentől, mindent neki kell megköszönnünk. Fontos, hogy gyakran mondjuk ki ezt a szót, köszönöm, mert a háladás felüdíti a szívet, a háladás segíti, hogy a szívünk fiatalos és szabad legyen. A háladás által kapcsolataink is megújulhatnak. És végül Lukács azt mondja, virasszatok tehát szüntelenül, és imádkozzatok. Virasztani, imádkozni szüntelen. Miben virasszunk? A szeretetben virasszunk. Aki tud virasztani a szeretetben, az várakozik jól Jézus Krisztus második eljövetelére. Virasztani a szeretetben pedig azt jelenti, hogy nap mint nap ünnepeljük azt, hogy Isten szeret bennünket, hogy Isten velünk van. Virasztani a szeretetben azt jelenti, hogy nap mint nap Isten szeretetére válaszolunk szeretettel. Szeretve fele barátunkat, minden emberben a testvérünket felfedezve, és szeretve önmagunkat. Virasszunk együtt a szeretetben, virasszunk együtt az imádságban. Jézus második eljövetelének titkára tekintünk advent első vasárnapján. Az Úr Jézus vissza fog térni, hogy találkozzék mindannyiunkkal. Ez az ő visszatérése reményt ad nekünk, és felelősségre hív, hogy földi életünket éljük felelősen. Felemelt fejjel, ami a reményünket fejezi ki, nem elnehezült szívvel, ami arra hív, hogy adjunk gyakran hálát a Jóistennek, és virasztó magatartással, virasztva a szeretetben és az imádságban. Így készüljünk adventben az Úr Jézus eljövetelére. Tartsunk egy kis csendet, és ebben a csendben adjunk hálát mindenkiért. Imádkozzunk elsősorban a családokért, a betegekért, a szenvedőkért és az egészségügyben dolgozókért. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szűz Mária béke királynője és Szent József, könyörögjetek érettünk. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!